Ilyen hűtőraktárban tárolják a koronavírus elleni vakcinákat Nyíregyházán a Népegészségügyi Főosztály épületében. Néhány órával korábban még jóval több volt ebben a helyiségben. Csütörtök délelőtt azonban már a héten érkezett újabb szállítmányokat is eljuttatták a megye valamennyi járási hivatalához. Román István kormány megbízott Csütörtökön Nyíregyházán arról beszélt, egyre nagyobb réteg jut hozzá a vakcinához. Ennek a célnak a megvalósítása érdekében a héten szabolcs szatmár megye minden házi orvosa már bevonásra kerülhetett az oltakozás folyamatába. A házi orvosaink közül 70-en kaptak AstraZeneca a vakcinát. Ez az a 70 házi orvosa megyében, akiknél a legnagyobb számban és arányban jelentkeztek 18 és 60 év közötti krónikus betegek az oltakozásra. Ezt a korcsoportot oltják ugyanis AstraZeneca vakcinával, míg a 60 év felettiek a Pfizer és a Moderna készítményeit kapják. Egyelőre még sokan vannak várólistán, az európai szállítmányok ugyanis a vártnál lassabban jutottak el Magyarországra. A következő hetektől ugyanakkor egyre több oltóanyag jut el a házi orvosokhoz. A továbbiakban hetente kapjuk az oltóanyagokat, a háziorvosokkal nagyon jó a kapcsolatunk, a Megyében működik a Megyei Védelmi Bizottság, és ott az oltócsoport. Annak a koordinálásával igyekszünk teljesen egységesen mindenki számára azonos módon elérhetővé tenni az oltóanyagot, és teríteni, hogy az egész megyében egységesen történjen az átoltottság. Aláírásával hitelesíti az oltóanyagok átvételét dr. Gulyás Gábor, nyíregyházi házi orvos. Mint mondta, egyre több személy érdeklődik a vakcinák iránt, az eddigi kutatások és tapasztalatok pedig bizonyítják, hogy azok nem rendelkeznek súlyos mellékhatásokkal. Betegek egy részében van egyfajta aggodalom, részint azért, hogy alkalmasak-e a védőoltásra, vagy hogy melyik oltást szeretnék, de alapvetően nagy az elfogadottság. Szerencsére legtöbb beteg lelkesen és várakozva érkezik, és szerencsére még nem tapasztaltunk semmilyen oltási reakciót. Magyarországon már decemberben elindult a regisztráció az oltásokra. Elsőre az egészségügyi és a szociális dolgozók részesülhettek belőle. Az oltás az operatív törzs által meghatározott terv szerint halad. Így februárban a legidősebbek és a krónikus betegségben szenvedők oltása is rendben megkezdődhetett.